Az elmúlt időszakban újra választották a Honvéd Bajtársi Klub vezetőségét. Az elnökségben csak egy személyi változás történt. A következő 4 évben sok dolga lesz a vezetőségnek, hiszen sok változás történt, amikhez igazodni kell. Olyan 4 év után vagyunk, amikor is nem kezdődik új időszámítás, hanem azok a vezetőségi tagok, azok az összekötőink dolgoznak tovább, akik eddig is sikeresen dolgoztak itt a klubban. Nyilvánvaló, hogy nincs új helyzet, de civil törvény után, azután a Bajtársi Országos Szövetségében is változások várhatók, a dandárunknál is változók várhatók, tehát az új körülményekhez kell igazodnunk. Jobban figyelembe vesszük a tagság igényeit. Továbbra is megmaradnak azok a közösségi rendezvényeink, amik eddig is megvoltak. Ilyen volt ugye a nőnap, az anyák napja, ilyen volt a kerekévfordulósok köszöntése. Ki kell emelnem az első világháború 100 éves évfordulóját, a nagy háború 100 éves évfordulóját, ezt együtt szervezzük, rendezzük majd a dandárral, az önkormányzattal. És továbbra is olyan rendezvények lesznek, amik kimondottan a honvéd bajtársukról jellemzőek. A választások után Forgó Pálnak szavaztak bizalmat, aki az új elnökségi tagként mostantól a szociális ügyekért felel. Az eddigi szociális munkát végző vezetőségi tagunk betegsége miatt lemondott a feladatról, nem vállalta az új megbízatást, így a közgyűlés úgy határozott, úgy döntött, hogy engem választanak meg a vezetőségbe, a vezetőség pedig rám bízta a szociális munka végzését a Bajtársi Klubban belül. Ez a pozíció, hát a nevében is benne van a szociális feladat, elsősorban a nyugállományú tagjaink, de minden tagunknak a szociális érzékenységétől függően követni a helyzetét, az egészségi állapotát, esetlegesen, ha valamilyen anyagi segítségre szorul, ebbe segítséget nyújtan a törvény, ott a lehetőségek, és a szűkös keretek figyelembevételével. A szociális munkát végző elnökségi tag feladatai közé tartozik még a betegtagok látogatása is, akár kórházban, akár otthon fekszenek. Az új elnökségi tagnak természetesen ez nem teher, szívesen tesz eleget kötelezettségének.